Apagyi hagyományőrzők a megyei értéktalálkozón. A településen 2005-től működő női kar, valamint az általános iskola kórusa népdalokat énekelt közösen. Tehetséges mesemondót is hallhatott a közönség. Az önkormányzat a helyi értékek megőrzését fontosnak tartja, az alkotó közösségek tevékenységét ezért felkarolta a község vezetése. 2011-ben létrehoztunk egy kézműves műhelyt, annak nagyon aktív a tevékenysége. Van hagyományőrző egyesületünk, van egy múzeumunk, amit egy helyi bácsinak a gyűjteményéből múzeumosok bevonásával teljes mértékben felépítettünk, kialakítottunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elindítottuk ezt a folyamatot már a 90-es évektől, és valahol ez beérett a mai napra. Az értéktalálkozókon minden alkalommal főzőversenyt is szerveznek, ahol nem csak helyi, hanem a környező települések meghívott vendégei is megmérettetik tudásukat. Ez volt a nyertes fogás, amit a nyírjákói Muskátli Hagyományőrző Egyesület készített. A kis közösség tagjai rendszeresen összejárnak, a főzés mellett énekelnek is. Ez fantasztikus, hogy mi ezt a főzőversenyt megnyertük. Ugye nem először főztünk már együtt az egyesület tagjaival, hisz mi havi rendszerességgel főzünk, heti rendszerességgel próbálunk, templomokban, falunapon, különféle megemlékezéseken részt veszünk, hogy ma mit főztünk, hagyományos darást töltött káposztát, és krumpli lángost, zöldséges csirke mellett töltve. Úgyhogy ez mi elneveztük nyírjákói gyirosznak, vagy paraszgyirosznak, bocsánat, ha szabad ilyet mondani, de igen, ez egy a krumpli lángost új köntösbe borítottuk. Értéktalálkozót számos szabolcs-szatmár-beregi településen tartottak már. Ez egy olyan megyén átívelő programsorozat, melynek célja többek között a helyi közösségek identitástudatának erősítése. Az eseménysorozat házigazdája minden helyszínen a megyei önkormányzat.